Köszöntöm az Ultrahang hírmustrájának mai nézőit és hallgatóit. A mikrofonnál Király Tamás, 2021. augusztus 20-a, péntek van, a Magyar Állam alapításának ünnepe. Ennek kapcsán merül fel Magyarország jövője egyre többször és több kontextusban. Fritz Tamás, aki politológus és az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója, nemrég egy cikket írt a Magyar Nemzetbe arról, hogy ideje beszélnünk a Huxitról, azaz Magyarország kilépéséről az Európai Unióból. Terveink szerint a jövő héten egyébként vendégünk lesz majd a cikk szerzője is, viszont Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója írt egy válaszcikket. Ő úgy fogalmaz, hogy a Huxit életveszélyes lenne. Kohán Mátyás van a vonalban, szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Korábban az alternatív politikai irányzatok esetében, most pedig már a mainstream politikában is gyakran beszélnek arról, hogy Magyarországnak jobb lenne kívül, mint belül. Te azt mondod, hogy jobb belül, mint kívül. Talán kezdjük ott, hogy szerinted mik az Európai Uniós tagság előnyei, és mik a hátrányai? Hát én az Európai Unió legnagyobb előnyének azt tartom, hogy az egyszerű emberek, a kis emberek életében látható javulásokat, látható könnyítéseket hoz. A Schengeni övezet, ami ugyan egyesek szerint nem függ össze az EU-s tagsággal, de én rendkívül nehezen tudnám elképzelni EU-s tagság nélkül a Schengeni övezetben való tagságunkat, megkönnyíti az utazást az európai országok között. Ez rengeteg idő, amit ezzel megspórolunk. Az a 2-3 órás határon sorban állás, amit az ember, hogyha Belarusba, Moldovába, Szerbiába, esetleg Romániába közlekedik, tapasztal, az teljes mértékben kiveszik Európán belül, és ezzel 6-8 órát meg tudunk spórolni Franciaországig vagy Spanyolországig tartó úton, ez egy óriási vívmány. Aztán ott van az, hogy az európai országok, az európai uniós tagállamok, állampolgárai kicsit erőnyösebben kezelik számos kérdésben, ezt saját bőrömön tapasztalom, én Bécsben tanulok, ott nekem pont ugyanazok a jogaim vannak, pont ugyanazok a költségeim, pont ugyanazok az elvárási mórok velem, mint egy osztrákkal, mert európai uniós állampolgár vagyok. Azok, akik nem Európai Uniós állampolgárok, nekik mások a jogaik? Teljesen. Tehát én tandíjmentes vagyok, az Európai Unión kívüli állampolgárok, azok 900 eurót fizetnek fél évenként, igen. Egyéb dolgokban is ez megnyilvánul, tehát ilyen mindennapi élet szempontjából, vagy itt a tandíjon lehet ezt levezetni? Hát tandíjon a leginkább, de ugyanúgy az ösztöndíjakhoz való hozzáférés tekintetében egészen más, például az elvárás Európai Uniós tagállamok állampolgárával, meg nem uniós állampolgárokkal. Ott van a Vámunió. Ez attraktívabbá teszi Nyugat-Európában a mi termékeinket, mert nincsen rajtuk vámteher, meg nálunk olcsóbbá teszi a Nyugat-Európából vagy Európai Unió mások országaiból érkező termékeiket, mert azon sincsen vámteher. Hát egy csomó ilyen kis praktikus, gazdasági jellegű, meg az átlag emberek életét befolyásoló előnye van az Európai Uniónak, és emellett van hátrányként az, hogy van néhány szabályozói jogkör átadva a brüsszeli központnak, meg el kell viselnünk azt, hogy akik ott Brüsszelben az Európai Uniót magas szinten képviselik, azok mérhetetlenül ostoba, tudatlan és gyakran rossz indulatú nyilatkozatokat tesznek Magyarországgal szemben. Nekem az érvem az, hogy a gazdasági meg az átlagember életében tapasztalható előnyök azok messze túlmutatnak azon a néhány kellemetlenségen, amit ostoba brüsszeliek nyilatkozatának a hallgatása nyomán el kell szenvednünk. Tehát akkor te, hogyha a mérleg serpenyőit nézzük, akkor még mindig úgy érzed, hogy többet nyomnak a latba a pozitívumok, mint a negatívumok. Egyértelműen, meg én igazából nem tartom az ország élete, mert az átlag ember élete szempontjából fajsúlyosnak, jelentős problémának azt, hogy rólunk csúnyákat mondanak. Hát nekem se esik jól, de az a határozott véleményem, hogy az, aki a politikával ritkán foglalkozik, nem foglalkozik, az életét nem ezt tölti ki, annak ez tökéletesen mindegy. Annak az életét ez rendkívül csekély mértékben érinti. Viszont én Fritz Tamás írását olvasva egy kicsit úgy érzem, hogy ez az esetleges kilépésnek a felvázolása, ez nem is most arra vonatkozik, hanem abban az esetben, hogyha a problémák tovább fajulhatnának. Neked van-e olyan pont, amikor azt mondod, hogy ez már tényleg tűrhetetlen, és ha bizonyos jogokat korlátoz az EU, akkor már te is mondjuk elgondolkodnál a kilépésem? Amíg az átlagember nem veszi észre, hogy az Európai Unió neki rosszat csinál, addig szerintem nem érdemes. Tehát azt kell figyelembe vennünk, hogy a politikai osztálynak, a politikusoknak, a politikával foglalkozó elemzőknek és újságíróknak nyilván mindig korábban
megfordul a fejében a kilépés gondolata, mert főleg ha az ember jobb oldali, akkor nagyon nehezen érzi magát otthon mostanában a gondolataival Brüsszelben. De a pillanatnak, amikor ki kell lépni, akkor szabad csak eljönnie, amikor az átlagember is úgy érzi, hogy na jó, az életemet mostantól kezdve nem segíti, hanem hátráltatja az Európai Uniós tagság. Biztos vagyok benne, hogyha más lenne az elvárás vagyunk szemben a Schengen kérdésében, hogyha valami módon a magyar termékek azok hátrányt szenvednének az európai piacon, meg hogyha érdemben az Európai Uniós kohéziós források fősítésének akadályai lennének, hát hogyha nem sikerülne a költségvetésről, a következő 7 éves költségvetésről megállapodni, akkor felmerülhetnének a kilépés mellett rendkívül súlyos érvek is. Nagyon érdekes, hogy amikor felsoroltál pozitívumokat, akkor ott alapvetően ilyen az élet, tehát ilyen gyakorlati és sokszor kényelmi dolgokat említettél. Igen. Miközben a negatívumok meg elsősorban ugye ideológiai alapon vannak, amelyek talán egy teljesen más valóságnak a részei, és talán egy kicsit lassabban is hatnak, de mégiscsak hatnak. És ez a kérdés merül fel, hogy vajon az emberek a kényelmüket hajlandóak-e feláldozni az elveikért? Én nem olyan régen jártam Moldovának egy szakadár területén, a Nyeszterzsenti köztársaságban. Én pont erre ezt a kérdést gondoltam el ott, ahogy ott azt a icipici és Oroszországon kívül senki által el nem ismert országot jártam, hogy na igen. Hát az a 500 000 ember, aki ott lakik, az egyszer eldöntötte, hogy teljesen mindegy, hogy ennek milyen gazdasági következményei vannak, vagy nincsenek, teljesen mindegy, ez mennyire kényelmetlen, ő Oroszországhoz akar tartozni. De azt is gondolom, hogy a maradék 3,5 millió moldáv az meg nem így döntött. És nagyjából úgy érzem, hogy Magyarországon is hasonlóak lennének az arányok. Vannak olyan emberek, akiknek tényleg szerintem ide tudlak sorolni téged is, magamat egészen biztosan ide sorolom, akiknek a kultúrharc az alapvetően az életüknek egy egész komoly szeretét tölti ki, és akik élnek, halnak azért, hogy az értékrendjük az népszerűsödjön, az politikai hatalmat nyerjen, és az alapján legyen az ország irányítva. Van pár ilyen ember, akinek a véleménye ebben a kérdésben megingathatatlan, és aki szinte bármit képes lenne elviselni azért, hogy az értékrend fennmaradjon. De a legtöbb ember nem ilyen, és el kell fogadni, hogy nem ilyen. Mert a legtöbb embernek luxus az, hogy a politikával érdemben több órát naponta foglalkozzon, a legtöbb embernek gyakorlati szempontok levegnek a szem előtt, meg a gyerekeit szeretné eltartani, meg a szüleinek szeretne segíteni, meg szeretné állni a helyét a munkájában, meg egy szép életet szeretne élni, és különösebben nem izgatja a politika. És ők vannak többen, ezt meg szerintem el kell fogadni. Bevallom őszintén, jó magam sem tudom, hogy a kilépés mellett vagy ellen szavaznék, hogyha oda kerülne a sor, és említetted ezt, hogy az emberek többsége így vagy úgy gondolja, viszont ugye ott van egy Brexit, ahol meg láttuk azt, hogy egy gyors kampánnyal és egy érzelmekre ható kampánnyal nagyon érdekes dolgokat tudtak csinálni. Az is más kérdés, hogyha most megkérdeznénk a briteket, hogy hogyan döntenének, akkor lehet, hogy már teljesen máshogy döntenének. A Brexitnél mondjuk az egy pár szempontot felvonultatnék. Tehát egyrészt Nagy-Britanniának van akkora gazdasági ereje önmagában, van akkora katonai ereje, és van annyira nemzetközi kereskedelmi hálója, hogy ott egyetlen a gazdasági értelemben egy kilépés egyáltalán felmerülhet. Hát nem egy annyira exportorientált, nem egy annyira kívülről sebezhető gazdaságról beszélünk, mint a miénkről. Tehát ott egészen más a gazdasági mozgástérő kilépés után. Másrészt a Brexit kampány az én megítélésem szerint egy erősen hazug kampány volt, mert elsikálta azt az üzenetet, hogy az Európai Unióból kétféleképpen lehet kilépni. Ki lehet lépni úgy, hogy a gazdasági térségben, a Vámunióban bennmaradunk, és akkor nagyjából az Európai Unió szabályozói jogkörét is továbbra is elfogadjuk, azaz, mintha nem léptünk volna ki. Vagy pedig kilépünk a gazdasági térségből is, kilépünk a Vámunióból, és az elképesztő mértékű kényelmetlenségekhez, sok-sok cég elvesztéséhez, munkahelyek elvesztéséhez, gazdasági negatívumokhoz vezetne. És ezt Nigel Farage és az ő általa vezetett kilépés kampány, az kiválóan elsikált. És azt az egyszerű üzenetet fogalmazta meg, hogyha nem kéne az Európai Uniónak befizetni, akkor több pénz jutna az egészségügyre Nagy-Britanniában. És ez Brexit után elég világosan meglátszott, hogy nem egészen így van. Tehát egy hazug kampány alapján
egészen más gazdasági pozícióból, és ráadásul nagyon jól bekorlátozható választói csoportok felülreprezentációjával, meg mások alulreprezentációjával sikerült ezt a Brexit eredményt, ami még így is nagyon-nagyon-nagyon szűk volt kihozni. Ez alapvetően a szuverenista idősebb generáció hozta meg ezt a döntést, akinek anyagi függősége jóval kevesebb van már az európai piactól, mint a fiataloknak. A fiatalok pedig nem voltak elég szorgalmasak, nem figyeltek eléggé a politika, és hagyták ezt a hajót elúszni. Hát ez szerintem, ha reprezentatívabb lenne egy kicsivel a Brexit népszavazás, hogy kötelező lett volna a szavazás rajta, amit én mondjuk egy ilyen súlyú kérdésben lehet, hogy előírnék. Ott már első körben sem ez az eredmény jött volna ki, pláne akkor nem, hogyha a kampány őszinte lett volna, bár a kampányokról ugye jellemzően nem ez a jellemző. Említettél ugye itt a Brexitnél kampánytémákat, de nézzük meg Magyarország szempontjából. Egyrészt ugye katonailag, hát a NATO-nak nyilván továbbra is a tagja lennénk, ugye az Európai Uniós hadsereg azért az szerintem szinte nem osz, nem szoroz lássa határvédelem. A gazdasági kitettségünknél meg azon gondolkodtam, hogy az vajon az Európai Uniónak köszönhető, vagy annak, hogy jó gazdasági megállapodásokat kötünk, és valójában mondjuk a német autócégek és egyéb nagy multik fejében mi körülbelül azon a szinten vagyunk ebből a szempontból, mint mondjuk Banglades, meg Kína, meg azok a helyek, ahol olcsó munkaerővel lehet előállítani a különböző termékeket. Mert ha így van, akkor az Európai Unión kívül is meg lehet kötni ugyanezeket a gazdasági együttműködéseket. Én nem értek egyet teljesen azzal a gondolattal, hogy mi a nagy nyugati cégek számára egy Bangladeshez hasonló egyszerű munka elvégzésére alkalmas ilyen olcsó termelés kiszervező hely lennénk, mert ha ez így lenne, akkor sem az Audi nem tartana fönn Győrben tanszékét az egyetemen, se a Mercedes nem tartana fönn egyetemet Kecskeméten, vagy egyetemi tanszékét Kecskeméten, nem lenne ekkora hangsúly fektetve ezeknél az üzemeknél arra, hogy képzett magyar munkaerőt tudjanak valahogy becsatornázni a cégeikhez. Szerintem a gazdasági befektetések nálunk mindenféle ellenzéki híresztelés ellentétben egy nagyon komplex, nagyon sok szférát érintő, nagyon sok különböző intézményt is érintő egyszerre gazdasági, kulturális és oktatási megállapodások, amelyeket ezer módon facilitál, ezer módon tesz egyszerűbbé, könnyebbé, jobban megvalósíthatóvá az, hogy Európai Uniós tagok vagyunk. Már csak a munkára utaztatása, már csak a munkavállalási engedélyek kiadása, már csak a oktatási működések megkötése, már csak a mecenatúra megállapodások megkötése is olyasmi, ami az én számomra az Európai Uniós intézményrendszeren keresztül sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint azon kívül. Hát a gazdasági megállapodás, ráadásul meg, hogyha felhúznának egy vámhatárt a magyar-osztrák határa például, tehát az azért némiképpen megváltoztatná a kalkulációkat, amelyet színélnek az Audinál. Nem állítom, hogy elmennének, tehát lehet, hogy még így is attraktívak maradnánk a számukra. De egészen más lenne náluk utána a vonal alatt a nap végén, és nem vagyok benne biztos, hogy hosszan nálunk gondolnák a jövőjüket, hogy fejlesztéseket eszközölnének, hogy újabb embereket állítanának be. Hát egyszerűen teljesen megváltozna a képlet, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy az előnyére. Említette te is a vámhatárt, pont azon gondolkodtam, hogy ami viszont akár érv lehet, az, hogy hát mégiscsak itt vagyunk Közép-Európában, mi vagyunk Európa közepén, meg az Európai Unió kapuja, meg egyebek, magyarul, hogyha esetleg kilépnénk, ez most ilyen nagyon fikciós történet, akkor is tulajdonképpen azért a bentmaradók rá lennének arra kényszerülve, hogy olyan megállapodásokat kössenek velünk, amelyek mindkét fél számára előnyösek, hiszen ha meg esetleg bezárjuk a kapukat, az a kereskedelemnek és az exportnak lesz a hátránya. Nyilván Magyarország is sérülne benne, na de hát az egész Európai Unió sérülne benne. De ez egészen pontosan az a dilemma, amit a Brexitnél egyszerűen 5 év vagy mennyi év vergődéssel sikerült valahogy nem kimondottan kielégítően megoldani, hogy tény is való, hogy hatalmas zsarolási potenciálja van az Egyesült Királyságnak, ugyanúgy hatalmas zsarolási potenciálja van az Európai Uniónak, és a helyzet, ami ilyenkor kialakul, az egy jogi formaszövegek által diktált lose-lose helyzet, amit nem lehet úgy kielégítően megoldani, hogy abban sem a alapszerződések jogi kritériumai ne sérüljenek, se az európai fél, se a kilépő fél gazdasága ne sérüljön. Ez egy megoldatlan dilemma, vagy inkább trilemma, és az a gyanúm, hogyha ezt az Egyesült Királyság sem tudta úgy megoldani, hogy az valóban utána
a társadalmi többséget élvezzen és a gazdasági eredményekre jó hatással legyen, akkor nem feltétlenül a mi méretosztályunk az, aminek ezzel újra próbálkoznia kellene. Viszont felmerül a kérdés, hogy egyáltalán ki lehet-e lépni az Európai Unióból. Ugye a Brexit kapcsán láttuk, hogy nehezen. És még a mai napig nem tudjuk, hogy ez majd a gyakorlatban ténylegesen részleteit tekintve hogy fog kinézni. De nem veszélyes az, hogyha van egy olyan nagy monstrum, amiben csak befelé van út? Ezen még így nem gondolkoztam, mert elvi szinten, de nyilván veszélyes az, hogy előbb-utóbb egy bizonyos külpolitikai kurzus alternatíva nélkülivé válik. Ugyanakkor meg az én számomra az Európai Unió az minden, csak nem egy monstrum, ha őszinte lehetek veled. Hát az egy annyi kiskapuval, hátsó füstös szobával, alternatív megoldással és politikai háttéralkuval terhelt 27 fejű furcsaság, ami a számomra egy 27 fejű monstrum. Igen, tehát az én számomra egy egységes monstrum képét ez egyértelműen nem vázolja fel. Az én számomra ez egy nagy mozgástérrel bíró, de rendkívül furcsán működő intézményrendszer képét vázolja föl, amitől már csak azért sem lehet félni szerintem érdemben, mert minden egyes tagállamnak, ha megnézed, megvan a maga kis társadalmi szerződés az Európai Unióval. Hogy van olyan tagállam, akit bizonyos ügyekért egyszerűen nem vesznek elő, más tagállamokat meg elővesznek, van olyan tagállam, akinek ezt azért mégis szabad, azt meg azért mégsem szabad. Egészen más jellegű belépési szerződések köttettek különböző tagállamok és a brüsszeli központ között az Európai Unióban. És emiatt ez szerintem nem egy monolit. Hát a monstrummal és a monolittal így nem értek egyet. Orbán Viktor ugye folyamatosan azt mondja, hogy nekünk helyünk van az Európai Unióban, és ő belülről szeretné megreformálni. Korábban a néppárt kapcsán is ezt mondta, aztán onnan távozott a Fidesz még mielőtt kizárták volna. Te hogy látod, meg lehet belülről reformálni az Európai Uniót, és ha igen, akkor mi kell hozzá? Szerintem vákuumban belülről nem lehet megreformálni az Európai Uniót, viszont a külső körülmények vezethetnek olyan helyzethez, hogy a mostani brüsszeli kurzus tartalmatlanná váljon. Mire gondolok? Például Afganisztánra gondolok. Ugye amikor legutóbb nálunk menekült válság volt, akkor nem volt ennyire egyértelmű, hogy 100, azaz 100%-ban a komplett menekült válság egy félre sikerült NATO-s katonai beavatkozás miatt állt elő. Holott komoly részben akkor is az iraki és szíriai NATO-s beavatkozások sikertelensége miatt állt a helyzet elő. Most mindenki egész pontosan látja, és az amerikai szállítógépről lepotyogó afgánok láttán bele is vésődik az elméjébe, hogy igen, hát ha itt bevándorlási válság lesz, azt az Egyesült Államok csinálta. És ez szerintem egészen más jellegű politikákhoz fog vezetni a bevándorlás tekintetében. És egy csomó ilyen külső körülmény van. Van az a külső körülmény, hogy Kína egyre inkább felemelkedik, egyre inkább tartalatlanná válik az a kurzus, hogy az Európai Unió érdemi Kína politikát nem folytat, csak néha odavág egy szankciót. Oroszország kapcsán, Belarus kapcsán, ott a keleti partnerség kapcsán hatalmas vezetőváltások lesznek az elkövetkezendő 5-10 évben, teljesen más lesz a politikai helyzet. Hát egy csomó olyan külső körülmény van, ami miatt a mostani kurzus kívülről tartalatlanná válik. És ekkor jön el annak az ideje, hogy a belső alternatíva szerephez és erőhöz jusson. Viszont kérdés, hogy a belső alternatív szereplői még meg lesznek-e? Ugye most azért több európai országban is választásokat tartanak. Lehet azt is látni, hogy Orbán Viktornak talán most gyengébb az Európai Unión belüli szövetségrendszere, mint volt akár csak, és ez talán a nemzetközi térre is vonatkozik, mint akár csak 2-3 évvel ezelőtt, legalábbis látszólag. A kérdés, hogy lesznek-e partnerek? Hát attól még, hogy egy szereplő nincsen kormányon, azért az a szereplő ettől még létezik. Tehát én nem hanyagolnám, hogyha jövőre a magyarországi választásokon a Fidesz mondjuk kikapna, akkor jó eséllyel 51-49-re kapna ki. Ami azt jelenti, hogy továbbra is a legnagyobb Európai Uniós delegáció, a legerősebb párt az országban a Fidesz lenne. Hát a Fidesz ezzel nem veszítené el a hatalmát, ezzel a Fidesz a kormányzás lehetőségét veszíteni. A hasonló a helyzet mindenhol máshol is. Hát attól még, hogy éppen a jobb oldal nincsen kormányon, attól még a jobb oldal létezik, és főleg egy Európai Unió jellegű intézményben, ahol nem csak a kormányoknak van hatáskörük, hanem van nagyon kemény hatásköre a parlamentnek és a bizottságnak is. Éppen egy ilyen intézményben nagyon-nagyon fontos szerepe van azoknak az előpőknek is, akiknek 48%-uk van otthon, és nem 52, és önnek következtében pedig nem ők vannak kormányon. Hát tény, hogy a
kormányok körében viszonylag kevés most a barát Magyarország szempontjából, de politikai erők tekintetében meg bőven vannak barátok, és ezek nem igazán terveznek megszűnni, ahogy a közvéleménykutatási eredményeiket nézem. Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt arról, hogy most még abszolút érdek a bennmaradás, ugyanakkor, ha az országnak nettó befizetőnek kell lenni, akkor viszont érdemes elgondolkodni. Egyrészt érdekelne a véleményed, hogy ez mennyire tisztességes, vagy mennyire működhet az, hogy amíg kell az EU pénze, addig bennmaradunk, amikor meg már nem kell, akkor elkezdjük megfontolni a kilépést. Én Varga Mihálynak ezzel a mondatával azért nem értek egyet, mert Varga Mihály is átlépni látszik azt az egyértelmű igazságot, hogy az Európai Unióban nettó kohéziós befizető országok valójában rendkívül sok pénzt kapnak vissza a piacon azoktól az országoktól, ahova ezeket a kohéziós támogatásokat befizették. Ha Magyarország nettó befizetővé válik, adja az Isten, hogy ezt végre elérjük előbb-utóbb, az azért lesz, mert a gazdasági fejlettségünk eljut arra a szintre, hogy az Európai Uniónak rengeteg területe már nálunk lesz fejletlenebb. Ami azt jelenti, hogy ott a magyar cégek tudnak majd ugyanúgy piacot szerezni, ahogy nálunk a nyugati cégek piacot szereztek. De vajon tudnak? Tehát, hogy ebben az esetben ez ilyen kvóta alapján működik, hogy arányosítják, vagy ehhez tehetség kell, meg nagyság, és valójában Németország, meg Franciaország letarol mindent? Hát a nettó, mire érted? A piacszerzésre. Hát a piacszerzéshez versenyképes jó vállalatok kellenek. Nem az országnak kell versenyképes, csak ennyi a fejlődés, hanem az ország vállalatainak. És ha arra a szintre eljutunk, hogy minket a gazdasági mutatóink alapján nettó befizetővé nyilvánítana az Európai Unió, az azért lenne, mert a mi gazdaságunk a vállalatoknak köszönhetően versenyképes. De te látsz most ilyen versenyképes nagy vállalatot? Mert nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha a külföldi multik, illetve az állami szerepvállalások azok a területek, amelyek megnyomják a magyar GDP-t. Hát én mondjuk már a MOL-nak van állami részvénypaketje, nem is kevés, tehát a MOL az ebben nem a legjobb példa, de azért a MOL régiós terjeszkedését ezt nem tartom egy egészen figyelmen kívül, hogyan dudorodnak. Aztán pedig, hogyha magán, vagy többségben magán cégekről van szó, akkor ott az OTP. Szintén mivel Moldovában jártam, láttam, hogy az ország egyik legnagyobb bankja az OTP, és ez még elég sok másik országban is így van. Tehát vannak ebben a szektorban nagy mamut szereplőink, akik persze a kommunista állami establishmentből nőttek utána ki, de vannak kis- és középvállalkozások, vannak magyar nagy vállalkozások, amiknek jelenleg még az export potenciája nem akkora, hogy érdemben piacot tudnának szerezni, de mivel hogy a nettó befizetővé válásunk is szerintem még bőven egy 5-10 éves tábla, de lehet, hogy még annál is több. Addig annyi gazdaságfejlesztési mozgástér van, addig annyi piacszerzési lehetőség van, addig egyszerűen annyi idő van még hátra, hogy a mostani gazdasági helyzetünk, amiben tényleg én sem látom a külföldre terjeszkedő végtelen mennyiségű magyar nagyvállalatot, az ebből a szempontból még teljesen irreleváns. Még szerintem kimondottan messze vagyunk attól, hogy nem túl befizetők vagyunk. És akkor egy kicsit beszéljünk az ideológiáról. Ugye Fritz Tamás ezt az egész huxitos következtetését abból vonja le, hogy itt most a gyermekvédelmi törvény miatt olyan támadás érte Magyarországot, ami már tényleg tűrhetetlen. De azért az elmúlt években is folyamatosan voltak hasonló kritikák és támadások az Európai Unió részéről, viszont az is látszik ezzel párhuzamosan, hogy valahogy az LMBTQ témában tényleg mintha agresszívabbá válna ez a harc. Lehet-e olyan pont, hogy mondjuk a családok védelme, gyermekek védelme miatt tényleg azt mondja Magyarország, hogy van valami olyan vörös vonal, amit ha átlép az Unió, akkor ott már tényleg nincs maradásunk, és amit talán a társadalom is el tud fogadni. Az LMBTQ kérdés kapcsán annyit azért hozzátennék, hogy az Európai Unió vezetői képesek jó döntést hozni, hogyha nem néz oda a kamera. Hát ha emlékszel, akkor a Covid-járvány közepén Michel Barnier, ugye, aki a Brexit főtegyelője is volt az Európai Uniónak, elkezdett egy kimondottan értelmes bevándorlási megállapodáson dolgozni az Európai Unió részéről. Tehát ott voltak olyan hírek, hogy amikor nem ez a fő téma, akkor Brüsszel bevándorlási kérdésben tud értelmes kompromisszumokat kötni és jó döntéseket hozni. Én az LMBTQ kapcsán épp ugyanezt látom, addig, amíg ez van a média homlokterében, addig kőkeményebb veszik támadásoknak leszünk kitéve az intézményrendszer részéről is. De amint a média homlokteréből ez kikerül, onnantól kezdve maradnak az NGO-k. De az intézményes Brüsszel már nem ezzel fog elsősorban foglalkozni, és emiatt nem fog
kompromisszumnak kiúsulni. Ez nem nagyon naív gondolat? Mert azért most pont, tehát nem nagyon naivitás ezt gondolni? Mert most tényleg az látszott, mintha így felsorakoztak volna kamerán innen és túl, és folyamatosan ütik ezt az egész elemet. De nem volt más ugye. Téma, hát nem volt az Európai Foglalkozhattak volna Fehér Oroszországgal, Afganisztánnal, nekem lennének ötletek. De elmúlt két hónapban nem nagyon volt érdemben más téma. Egy-két ilyen belarusz izé volt, ilyen mínuszos diktátori vonás. Szerintem ők készülhetek volna az afgán menekült válságra, lehet, hogy többet De éppen gondolok, hogy az egy-két-három hónap múlva akkora téma lesz, hogy faltó falig el fogja foglalni az európai médiateret. Az lesz annak az ideje, amikor az LMBTQ szépen háttérbe vonul témaként. Tehát én egy kicsit a témák ciklikusságát azért fontos szempontnak tartom ebben a kérdésben, tehát hogyha valami nem az aktuális fő téma, abban sokkal könnyebb kompromisszumot kötni, és előbb-utóbb az LMBTQ is szépen le fog vonulni a színpadról, mint aktuális fő téma. De nem lehet, hogy ezek az aktuális fő témák nem ilyen alakulnak, hanem alakítják, és hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig erről kell beszélni, akkor arról beszélnek? Van ebben alakítási mozgástér, de azt mondjuk viszonylag nehezen tudom elképzelni, hogy ha megjelenik 5 millió afgán bevándorló az Európai Unió déli határainál, akkor utána bárki meg tudná mondani a médiának, hogy de ennek ezért nekünk most elsősorban az LMBTQ a fontos, bocsi, úgyhogy foglalkozatok inkább azzal a 5 millió afgán, meg majd csinál magával, amit szeretne. Tehát van persze, hogy van ebből valamennyi gerjesztési potenciál, mert az LMBTQ is egy akkora őrülten fontos téma, hogy az a maga hírértékénél fogva fontos lett volna ennyire, amennyire föl lett fújva, de azért a külső körülmények, a kényszerek, azok meg tudják ezt a tematizálási szándékot akasztani és akadályozni. És végezetül egy utolsó kérdés, ugye te is fiatal vagy, én is fiatal vagyok, bár kevésbé, de hogy szerinted a mi életünk folyamán végig bent leszünk az Európai Unióban? Ha nem leszünk bent, az nem azért lesz, mert kilépünk, hanem mert az Európai Unió ellehetetlen és szétesik. Ebben egyetértek Kövér Lászlóval. Kohán Mátyás, köszönjük szépen! Köszönjük szépen!